Isti! Lesz-e ítéletlen valaki? $283, jó? Legyen. Alapból számlát kaptam róla. Kiszálltok a kocsiból? Kiszálltok, jó. Van $474. Jó van. Jó, addig szerintem fogom magam és feladok egy hirdetést, mit szóltok? Per. Ad, amit készen a szerelés, már írjuk is ki. Cause why not? Kíváncsi, mennyire fog beindulni így ezzel a hirdetéssel most majd. Párat még el kell vinni, mert nagyon kevés lóvé van, az a baj, nagyon kevés pénzem van, és nagyon, nagyon jól lenne fejleszteni az autón, az a helyzet. De szerelő nincs fönt. Még adnék egy felnit egyébként. Az a baj, biztos, hogy drága. Csak lehet valamit okoskodni, valamit hátha lehet nekik így izélni, segíteni, vagy valami szívességért cserébe olcsóbban jó lenne. Biztos meg lehet dumálni. Nem hiszem el, hogy nem lehet megdumálni. Meglátjuk, kíváncsi leszek. Jó, 14 másodperc. Csontos fuval, várj, hívásért, olcsó, gyors, 3-2-7-20, bam! There you go! There you go! Na, kíváncsi vagyok, hogy mennyire... Aha. Most nem fogok tudni beszállni, akkor csinál... De jó. Na, és megvan csinál az eleje. Jó! Üdvözlöm, Csontos Sámuel, parancsoljon. Ide küldök egy koordinátát, és hogyha ide el tudna jönni, azt nagyon megköszönni. Rendben, megyek is. Oké, akkor küldöm is. Köszönöm, Benet. Várom, visszal. Ennyi! Na küldjed, bátyus! Szava Jason, mi a pálya? Szép jó napot! Igazából láttam a kiírásodat, tehát tudsz értem menni a fa telepre? Hűha, Pont most jött be egy fuvar. Ebben a pillanatban. Nem tudom még hova kell mennem, most azt várom, hogy küldi a koordinátákat. Hogyha nem küldi időn belül, akkor szólok, de szerintem nem lesz hosszú fuvarom. Azt még meg tudod várni esetleg? Hát figyelj, akkor bemegyek valakihez beülök, aztán... Hát nem tudom. Akkor mindegy, akkor jó, hagyjuk. Jó. Figyelj, írok SMS-t, jó? Hogy okay, mi van? Oké. Hello. Figyelj csak, jön ez a koordináta, vagy nem jön? Most elmegyek ki a francba, érte? A Jasonér, favágó telepre, már megint ki a halál rákjába. Ez egyébként, hogy nálam semmi pénz nincs, mert most kezdtem nemrég. Halló. Csodos Samuel, jó napot. Ugyanaz vagyok. Az a probléma, hogy nálam semmi pénz van, nemrég kezdtem. Ugye ez okay. Nem probléma, hogy ingyen lenne. Mekkora útról beszélünk? Hát, nem tudom, hogy milyen nagy. Mert a kamionom lerobbant, az mm-hmm. probléma. És a munkaügyi központba kell elvinni. Értem, most merre van éppen? Küldtem a koordinátát. Nem kaptam meg. Azt nem tudom, hogy... Próbálja meg még egyszer, nem... Aha. Rám csapta. Nem kaptam meg, ugye? Nem kaptam koordinátát. Ingyen, hát azért, na most megjött. Na hol van az? El tudom, hogy fogok öltözőjéhez. Hűha! Ajaj. Igen. Na ez hol van ez a gyerek? Baszki. Jó. Csinálj egy gyűjtőjáratot? Igen, tessék, Csontos Sámuel. Üdvözlöm, ma meddig tartanak nyitva? Hát még egy olyan jó, egy órát, kettő óráig biztosan. Rendben, akkor végzek a munkával és hívom magukat, mert maguk tudom megbízhatóak, már mentem magukkal. Rendben, várni fogom, köszönöm. Akkor menjünk a favágó költözőjéhez. Favágók öltözője, haló?
Az itt van. Fű baszki. Mossik le! Hogy nem a vágók telepre, hanem öltözője, haver. Ú, bakker. De mászli, hogy... Hogy átgondoltam ezt, nem azt mondom, hogy eszembe jutott. Hogy nem kell fölmenni. Fú, de detré lett volna, hogy felmegyek. Jó napot, egy pillanat. Jó napot. Igen, tessék, csontos Samuel. Halló, halló, halló. Nem hallok semmit, visszahall. Nos uram, jó napot, merre megyünk? Jó napot, meg egy pillanat, megint hívnak. Halló, jó napot. Nem hallom, írjon egy üzenetet, visszahall. Még egyszer uram, elnézést. Ja, kijelölte, jó, megyünk. Csak oda megyünk, onnan már nem megyünk tovább, sehova? Hát meg kéne várjam, és akkor utána eldöntöm, hogy... Rendben, 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 jó. Hogy van? Favágó az úr? Hát jó vagyok, köszönöm. És én hogy van? Favágásra foglalkozik? Igen. És hogy viszonyul az elképesztően alacsony bérekhez? Hát... Egy kicsit mérges vagyok, de... Hát most nem tudok mit kezdeni vele. Tudom, mert a testvéremmel mi is nyáltuk, és eléggé elszomorodtunk, amikor ennyire levitték az árakat. Kemény meló egyébként, nagyon. Hát igen. De régen még jól fizetett, mondom, maradok ennél, hát a felviszik az árakat. Hát meglátjuk, meglátjuk a jövőben. Én hallottam ilyesmiről, hogy fognak változni dolgok elvileg 2-3 napon belül. Aztán meglátjuk, hogy merre fele. És milyen napja volt egyébként? Köszönöm, jó. És önnek milyen napja? Hát nekem is elég kellemes, köszönöm. Nagyon, nagyon sok munka van, az a helyzet, nagyon sok fuvar jön be. Milyen autója van az úrnak egyébként, hogyha szabad kérdeznem? Kíváncsi vagyok. Egy BMW M4-es. Atya úristen, az szép, az szép. Nagyon én is gondolkoztam, lettem. Milyen árba, mert lehet tudni? Hát tuningolt és 40 ezerért vettem. Az tényleg nagyon jó ár. Külső, belső tuningol. Az tényleg nagyon jó ár. Jó van az úgy. Jó, mindjárt jó. Rendben. Megnézem én már azt a BMW-t. M4, szerintem az megint, nézőként háromajtós. Sajnos tovább kell menni. A lefoglaltakhoz megyünk? Igen. Rendben. Most megjegyezném akkor, hogy 40 dollárt kérnék majd az egész fuvarért, ha az rendben van önnek. Persze, rendben, rendben. Rendben, rendben. Csak ezt szeretem előre letisztázni ezeket a dolgokat, tudod, tudja, hogy ne ott ilyen kellemetlen. Valóban szép, nagyon jól néz ki. Szép autó. Ó, nyugodtan köszönöm! Ki. Nem, semmiképpen sem. Mennem kell sajnos. Nagyon szépen köszönöm, jó, hogy hívette a szolgáltatást. Legyen szép napja. Sohasson az utakon. Viszlát, viszlát. Elnézést, el tudná engem vinni valahova? Merre kéne menni pontosan? Várjon. Az egyik haveromért kéne elmenni, mert éppen pénzt gyűjtünk, azt én lefulladtam, eljöttem taxival, azt rájöttem, hogy nincsen 100 dollárom lekérni a motoromat. És merre van a haverja? Csak úgy kíváncsiságból. Úgy arrafele, mögötte, arra. De a városban? Igen, igen, a városban. Ja, persze, pattanja nyugodtan, azt mondom, ki kell menni vidékre esetleg, nyugodtan szálljon. Ja, nem. És mit akar ez a pénzgyűjtés? Hát, van egy ilyen kocsira. Aha. Érti. Van egy ilyen üzleti. Persze. Hát, sejtem. Egy durván egy ilyen félmilliárd kell összegyűjteni. Atya úristen. Ja, ez bányász munkánál összegyűjtöttünk kis gyémántot, amit most nem akarunk adni. Aha. Beálljak a társasághoz? Igen. Rendben. Egy 30 dollárt kérnék szépen. Oké. És bírom, hogy ki is fizetik, amúgy annyira jó. Na. Köszönöm. Én köszönöm szépen, további kellemes napot, viszlát. További szép napot, viszlát. Viszont, viszlát. Ön kért fuvart, igaz? Jó napot, igen, én kértem. Merre fele megyünk? Fú, ház. Nem is tudom. Igazából csak egy
Csak egy beszélgetést akartam valami emberre, mert már rég beszéltem, mert ugye nem hallott most senki. Aha. És hát nem tudom. Igazából csak vezessen valamerre, majd fizetem a benzint. Aha. Hogyha nem baj. Jó, egy pillanat akkor. Pillanat, lehet, hogy lesz egy másik fuvar, és akkor maradhat itt bent, hogyha gondolja addig. Ó, tényleg? Csak most azt intézem. Aha, persze, hát miért ne. Hát akkor beülök hátra majd, és akkor... Ahogy érzi. De csak ha nem zavar. Nem, dehogy is. Akkor megyünk is. Melyik az ez? Nyolc órája. És mi a helyzet mai nap? Hát minden rendben, tudja, minden rendben. Keresek valami melót, ami kicsit jobban fizet, mint ez a taxizás. Nem egyszerű. Igen. Én is taxiztam egy ideig, aztán ott hagytam, mert nagyon sokan kezdték el csinálni. Hát most ugye azt találtam ki, hogy ugye gondolom, ha taxizott, maga is tapasztalta, hogy ugye többen kimennek egy utasra. De óhogy, hát azért kezdtem ezt a magánsofőrködést, persze. Na, és azt találtam ki, beszéltem itt már adminnal, Kóci, hogy vagy álljunk sorba a taxizás, taxi állomáson, és akkor mindig az első megy ki a fuvar, és aztán megy a sor végére. Aha. Vagy most a taxisok az admin azt próbálja csinálni, hogy csak egy ember tudja elfogadni a GPS pozíciót. Ja, értem. Telefonálok egyet, egy pillanat. Oké, rendben. Sűrű, te vagy itt a fekete autóval? Szia, jaj, én vagyok az Impalába, persze. Oké, sokos. Szájba nyugodtan. Oké. De ugye senki sem baj, ha itt vagyok, ugye? Na, hello. Nem gond. Merre megyünk, Jason? Várjál, mindjárt kérdődöm. Ki tudnád venni a kérdődést? Persze, csinálom. És köszönöm. Megvan. Oké, soda. Hát igazából lefoglaltad az. Ja, jó, persze. Hogy vagy, Jason? Hát, minden király. Hát eddig. Veled, Mizu? Vagy veletek? Nagyon sok a meló, nagyon sok a fuvar. Akkor bejött. Persze, be, hál' Istennek, működik a dolog. Itt maradtam egy pótutasként. Igen, neki effektíve nincsen célpontja, de mondta, hogy a benzint elvegálni fogja. Ja. Úgyhogy ilyesmik vannak. Persze, figyelj, utána megyek föl éjszakra, nem tudom, oda a favágók telepéhez, tehát van itt meló bőven. Már előre utaltam egy 100-as, de majd a végén megállunk egy magnál, ha kell. Utalt? Mikor? Hát még most oda jöttem. Hát de azt hogy csinált? A telefonon nem lehet. Vagyis na, nem utaltam, átadtam. Tényleg? Nem is vettem észre, de köszönöm. De én arra gondoltam, hogy megállunk tankon és azt fizeti, tehát nem kellett volna előre 100. Az a 100 elég is lesz egyébként akkor, nyugodt bőven. Igen, tessék, Csontos Samuel. Csontos fuvar? A kórházhoz szeretnék egy autót. Megyek egy pillanat, is indulok. Vissza. Nos, na Jason, megjöttünk. Oké, köszi, mennyivel tartozol? Semennyivel, nyugodtan szállj csak. Nem, hát azért csak adok valamit. Jó, adj egy 10-est akkor. Jó, akkor várjál. Rendben, várok. Hát nincs köszi, Jason, dumázunk majd mindenképpen. Oksa. Cső. Na, akkor most megyünk a kórházhoz. Legalább nem merik ellopni a kocsit, mert úgy nézik ki, mint egy hitman. Ez így van. És mióta van a városban? Hát egy olyan hónapja körülbelül. És ön? Hát, max egy hete. Értem. De már több ilyen úrral is beszéltem, aki valami jobb melót tudna adni, érti, jobban fizető melót. Értem. De ha maga tud valakit, akkor gondoljon rám és szóljon, hogyha nem gáz. Nem, persze. Én még nem tudok egyébként. Jó napot!
Ön a pocsontos fuvar? Igen, 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 én lennék, én Jöhetek? lennék. Éjj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 j
Hát lehetne jobb is, igen, igen, de nem rossz, megteszik. Még hogy milyen autóra gondolom, jobb lenne? Hát én Merciket nézegettem, csak hát nyilván olyan drág, hogy ihetetlen, úgyhogy gyűjtögetni kell még ahhoz. És ön favágó egyébként? Igen, most azt csinálom, gyűjtök én is egy valami kocsira meg. Vágom! Hogy ne vágnám? Kemény meló. Kemény ám. Hogy ér, szarér? Hát körülbelül ez a baj. Nem tudom tisztelik én. Már az embert. Tudom én, ismerem, nyomtuk sokat a testvéremmel. Jaj, felmegyünk, ja, felmegyünk éjszakra, aha. Körülbelül mennyi lesz a fuvar? Egy 100 dollár lenne. Meg tud állni, meg tudok állni, persze, úgyis tankolnom is kell. Már akkor gyors kiugrunk a bankba. Jó, jó, persze, persze. Én egy közeli kis faluból költöztem ide, ez a nagyváros, nehéz volt megszokni. Hát az nem csodál, merre fele lakott? Hát tudja, ott már vannak a favár, van a fatelep, ott abban a falucskában. Ó, értem, értem. Arrafelé is van háza, van háza egyébként? Hát már eladtam anyagi gondok miatt, de volt, igen. Aha, aha, vágom, vágom. Tudsz-e kérdem, ha meghaltam és elveszett az inventorimból a pénz, akkor miért nincs a bankba? Nincs, az sehol mert... az elveszett. Na hát az akkor nagyon jó, akkor köszönöm szépen a fuvart, így nem tudok menni. Ja, értem, értem, hát sajnálom, én is bemegyek a bankba egy pillanat. Én is. Viszlát, uram! Viszlát, nagyon szépen köszönöm. Hát nincs mit, sajnálom a dolgot. Fú, most olyan rossz a favágó meló. Üdvözlöm, uram, Csontos Sámuel vagyok. Hall engem? Igen, hallom, üdvözlöm. Üdvözlöm, üdvözlöm, volt egy kis kitérőm, most indulok, 4 mérföldre vagyok öntől. Induljak még, vagy még aktuális? Igen, 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 aktuális. Rendben, sietünk akkor, köszönöm. Egyedül van, ugye? Még egyszer megkérdezem. Igen, igen, egyedül. Jó, 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 rendben, indulok akkor, vissza. Hall. Kéne tuningolnom már azon az autón egyébként nagyon. Tessék? Kéne tuningolni már azon az autón nagyon. Ja. Motorilag olyan lassú, hogy nem igaz. Igen, tessék, Csontos Sámuel. Na, mint olyan. Itt mentem, már lettem az előbb. Ah, ott volt fönt? Ja, azt nem tudtam, igen, nem tudtam. Igen. Jó, jó, akkor visszamegyek, maradjon ott, látom, látom magát, rendben. Megyek, maradjon. Jó napot! Jó napot. Merre megyünk, uram? Vissza a városba, már is jelölöm. Rendben, rendben. 100 dollárért tudom visszavinni, ha az rendben van önnek. Rendben, rendben, rendben. Majd akkor rendben. Álljunk meg egy kis boltnál és kiveszem a pénzt. Rendben, rendben. Milyen napja volt? Hát, jó, jó, csak ide értem. Lenyomtam a melót, tele van a kocsi még pával, aztán lefulladt az autó, ahogy elindultam visszafelé. Nem tudunk a csomagtartóba rakni egy kicsit? Ezt akartam mondani, hogy akkor miért nem rakunk a csomagtartóba? Nem felől nem, itt van a kocsi, hát ott felborulva. Ja, az az öné? Igen. Jó, hát akkor persze, nehogy már itt maradjon a fád, ne szórakozzon. Persze, csináljuk. Nézd, azt tudom, mennyi fér bele egyébként. De amúgy mi is vehetünk fel, és akkor majd... Az meg a másik, igen, ezt csak akartam mondani, ja. Itt van a csomagtartóban. Aha. Ja, látom, aha. Uh-huh. Egy 100-ost kivettem. Én csak 90-et tudta. Oké. Elvileg még bele lehet rakni valamennyit. 100 belefért, az tuti. 100 nem fog beleférni még egyszer. Ekkora már. Na. 90 se fért bele. Nem, 50 pont belefért, és most tele van. Samu nem fért bele az a 90-es. Jó, 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 hát akkor én most felvettem egy 100-ast, mindenki vigyen fel még egy 100-ast, vagy nem tudom ennyit, aztán ennyit tudunk elvinni sajnos. Nálam 90 van. Jó, az. Jó, rendben, köszönöm szépen akkor. Hát nincs mit, ugyan persze, hát mondja, azért jöttem. És az autó hogy megy? Hát mehetne jobban is, pont mondtam itt az úrnak, aki jött velem, hogy kéne rajta már fejleszteni egyet. Na, én is most autóvásárlás előtt vagyok, már megvan a pénz is, csak nem tudom mit vegyek.
Azon mennyi pénz, milyen árban gondolkozik? Hát maximum egy 20-30 ezer. Aha, aha. Milyen Volkswagen van olyan áron? Fú... J5-ös azt hiszem, vagy nem tudom mi a neve. J5-ös? De 20 ezer. Aha, vagy nem aha. Tudom a nevét. Amúgy nem megy az index? Nem megy. Csak én láttam. Most nyomtam egyet, leállt? Most igen. Jó. Hát én úgy két napja vagyok a városban, de mostanában elég sokat dolgozgatok így. Milyen áron tudja most eladni ezt az 500 fát egyébként? Hát úgy van, hogy ugye a csomagtartóba bebírok rakni 500 csomagolt deszkát, illetve az anyós ülésre rakok általában 100-at, és úgy igen? 600, és egy darab csomagolt deszkáért adnak 4 dollárt. Így összesen 2400 egy kör. Aha, hát ez már egy fokkal jobb, mint ami volt egyébként nem régiben. Hát most pár napja még 3600-at adtak egy körért. Jó, hát én még ott tartok, hogy nem is lehet berakni sokat a izébe, csomagtartóba. Tehát ja, én még ott igen, tartok, hogy ilyen 3-400 dollár egy fuvar. Igen, persze, most bővítették, hát új jó, autókat vett a cég. Aha, ez nagyon jól hangzik, akkor lehet, hogy én is rámegyek majd, ha éppen nincsen fuvarom, mert az autót jól lenne fejleszteni. Hát igen. Mennyi egy fejlesztés? Hát pont most kérdezgettem, hogy motortuning, az nem is tudom, hogy autótól is függ gondolom. A motortuning ilyen maxra az ilyen 100.000 dollár tud lenni, meg ilyenek, nem tudom, Impalánál is annyi. Hát szerintem nem éri meg az Impalát, ez annyira kifullozni. Hát nem, persze. Olyan szempont viszont megéri egyébként, hogy ez az autó, ez gyakorlatilag már csontos fuvarnak gyakorlatilag így a jelképe, tehát a brand része lett a kocsi. És ilyen szempontból lehet, hogy érdemes lenne, nem tudom, még gondolkodok rajta sokat egyébként. Nem ugyan olcsóban dolgozik, mint a taxi, nem? Szóval olcsóban, persze. Akkor elmentem a számát esetleg, és hogyha lenne még szükségem, azt akkor majd hívom. Így van, és nyugodtan mondja az ismerősének is, olcsóban persze, mert... De amúgy most pont... a taxi is olcsóbb lett, csak úgy mondom. De mennyi lett most, az hogy van? Itt egy fatelepül, egy fuvar 110 dollár. Hát még így is olcsóbb, úgyhogy... Hát engem egyik nap 160-ért vittek vissza. Fatelepről. Hát attól függ, hogy mennyit vár. Én úgy számoltam ki egyébként, hogy régen úgy volt, hogy 25 cent volt másodpercenként a fuvar. És akkor az 4 másodpercenként ugye 1 dollár. És akkor úgyna már lehet számolni simán. Majd most akkor lejjebb ment akkor. De akkor ott így olcsók vagyok egyébként. Lesz majd. Tudom. Nem szokott annyira zavarni. Ja itt van tényleg, csak a hó miatt nem fogom fel, tényleg. Köszönöm, hogy szólt. Majd itt lesz a villa után kanyarban. Így van. És amúgy így ezzel a magánfuvarnak. Ra, mennyit lehet keresni? Hát, nézze! Igazából változó, attól függ, hogy mennyi dolgozik az ember, attól függ, hogy mennyi fuvar jön be, illetve attól függ, hogy mennyi borravalót adnak. Eléggé jó borravalókat szoktam kapni egyébként. Na. Mert ugye ez is a lényeg annak, hogy olcsóbban dolgozok, mint a taxi, sokszor sokkal olcsóbban. Hát városon belül gyakorlatilag ilyen 20-25 dollárból viszek embereket el. És általában ez a városból jövök föl, ezt is ilyen 100 dollárnál szoktam meghúzni ezt a határt. Úgyhogy ennyi. Hú, hát engem egyik nap a taxis két utcát vitt. És hát néztem azt a kis kütyüt, ami kiírja, hogy mennyi. Alapból 10 dollárt kellett volna adnom neki, és elkért 40-et. Aha! Aztán kérdeztem, hogy miért kér el annyit. Azt mondta, hogy hát ő ennyiért dolgozik. Aha, értem. Néztem hát azért, kemény. Hogy úgy komoly. Ja. Majd itt a voltnál ki tud rakni, ja, persze, és kiszedem persze. Rendben, akkor mindjárt visszajövök, kiszedem a pénzt. A boltnál? Ja, itt van ATM, ja. Igen, a boltban, mindjárt jövök. Jó. Ahogy láttam, holnap lesz jelentkezés rendőrségre, azt meg szeretném próbálni. Lesz, ja. A másik városban sok rendőr voltam. Elég nagy rendfokozatban, aztán így. Csak nem rozsdásodtak meg annyira a csavarok. Nem hiszem. Meg ahogy láttam, elég nagy hiány van itt a városban, a mentősökből, a rendőrökből és a szerelőkből is. Mindenből, ja. Na most... Akárhányszor hívtam rendőrt vagy mentőt, soha nem jöttek ki, az a probléma. De még szerelőt se láttam soha. Szerelő is, igen, tehát én akartam volna kérdezni egyébként a szerelőtelepen, hogy mennyiért csinálják meg a kocsit, vagy mennyiért tuningolnák. Én felnit szeretnék, megmondom őszintén, elsősorba venni az autóra. Mert ami van rajta gyárilag, az valami borzalom. És akkor a fát azt el ne felejtsük leadni. Mondom, hogy mindenkinek. Jajaj.
Itt... Jó is, persze. Akkor ki is fizetem önt, $100 lesz. Köszönöm. Aha, pontosan annyi, igen. Rendben, adok egy kis borvalót, és mivel hozták nekem a fákat, még a pluszban adok egy kicsit. Köszönöm szépen. Hát köszönöm szépen, azért ez elég sok volt, adok, adok az úrnak mellettem is belőle egy kicsit. Jaj, nem kell. Neki nem adott, ugye? Nem. Jó, nekem akkor... nem kell, tartsák. Borra volt. Hát jó, ahogy érzed, akkor menjünk aztán segítünk le eladni. Vagy átadom, menjünk oda, add el az adagodat és átadom a 100-at. Rendben. Várjunk, a kocsival is odaállok le, ez lenne egyszerű, mert elfejtettem a csomagtartóba is. Rendben, én addig odafutok. Jó. Nagyon jó. Ú, az a merci. Uram, esetleg nincs eladó kocsija? Nagy Attinak adom? Bocsi, OC. Igen, OC nekem. Átadta, ugye? Igen, köszi. Jó. Szép napot, uram, akkor továbbiakban, jó munkát. Ja, még a csomagtartó, még a csomitartó. Ja, igen, tényleg. Igor, ez a sebről nagyon menő. Tudom. A világ autója. Nem? Mindenki tűzlevel. Annyit fogyaszt, hogy hülyét kapsz. Hát tudom. Tudod te azt? Adhatod. Köszi. Igen, tessék, csontos Samuel. Itt vagyok a küldök egy koordinátát, el tudna oda vinni? Hát nagyjából olyan 5 percen belül, 5-10 perc körülbelül. Oké. Akkor küldöm a koordinátot és akkor... Rendben, indulni fogok egyből, amint tudok. Vissza. Jó, vissza. Tudok még jönni én is? Nem, most lesz a nagy fuvar, bocsi. Adhatom még a maradékot? Igen, persze. Na, szép napot akkor a továbbiakban, köszi. Rendben, és akkor majd beajánlom a... Azt megköszönöm, azt mindenképp megköszönöm. Illetve még köszönöm, adok egy kicsit ennek. Nem kell, adott elég pénzt, köszönöm hát, szépen tényleg. Elhozták a fákat is azért, ez elég nagy segítség, uram. Hát, ahogy érzi, ön tudja. Itt is van egy kicsit előveszem a tárcomon, adom ezt is. Köszönöm szépen, illetve akkor ennek is adok, tényleg... kipakolta a fát. Ó, de rendes, köszönöm szépen. Uram, bocsánat. Parancsoljon, uram. Lenne egy olyan kérdésem, nincs vagy nem tud valakit, akinek lenne eladó kis kocsia? Hát, én sajnos nem tudok, jelen pillanatban, én eladtam a saját autómat, nem tudom, kérdezgessen szerintem, a kollégái között biztos lesz valaki. Nem, nézem meg majd a szalon is, ott elég. Nézd, és mit, szép napot. Szép napot, köszönjük szépen még egyszer, vissza. Viszlát. Parancsolj. Majd visszajössz értem, vagy hogy lesz? Hát valahova eldoblak, mert utána nekem nagyon kell zúznom mindenfele. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire, majd valamikor tudunk majd ütközni, csak merre vigyelek el, városba megyek. Megkapta az üzenetet, vagy a koordinátát? Nem érkezett meg, sajnos. Küldj el még egyszer, Visszal, jó munkát. Akkor szép napot, ciao, ciao. Hello. A Jason az hol van? 9-es nyilvános garázsnál, az melyik, bazd meg? 9-es nyilvános garázs. Hello? Cső, egy pillanat. Rendben. Bocs, elbambultam. Na itt vagyok. Megértem. Megint csak a lefoglaltakhoz. Rendben, megyünk. Szóval akkor bejött ez a biznisz. Hát be. Egyelőre azt mondom, hogy be. Na, passza. Aztán meglátjuk. Igen, tessék. Halló? Halló, már rég elküldtem, és mindig nem megkapta várva. Megjött. Jó. Indulok, nem sok, igyekszek, jó? Várjanak köszönöm meg. Szépen. Sietek. Jó. Köszönöm szépen, vissza. Vissza. Pörög a biznisz. Pörög a... Aztán te így mihez kezdesz most így, ezért csinálod azt a jelenlegi munkádat, aztán igazából annyi, vagy ez illegál dolog, amiről hát, beszéltél? Favágózok, illetve... Hát, ja, keresek úgymond csapatot. Aha. Úgyhogy,
Még jelenleg itt semmi nincs. Viszont, hát szerintem biztatok benned annyiba, hogy ezt így nem nagyon kotyogod el senkinek. Most vettem 2 darab pisztolyt. És hát igazából haverommal vettem, úgyhogy, hát ja, aztán most neki kezdünk a dolgoknak. Vagy kezdenénk, csak kell találni valakit. Ja, persze, 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 értem, értem. Hát figyelj, mi is most nagyon sok hülyeségben voltunk. Nem is tudom, hogy hol kezdjem, meg tényleg a világ ideje nem lenne elég arra, hogy elmeséljem neked. Úgyhogy, ja, nem is tudok most mondani erre semmit, meg Tobi sincs, igen, Tobi sincsen fönn nagyon most, régóta találkoztam már vele. Úgyhogy, ja, mindenképpen maradjunk kapcsolatban, én azt mondom, mert mi is azért tervezgetünk dolgokat, csak aztán mindig izé tervezünk, aztán mindig beszopunk valahogy így vagy úgy dolgokat. Oké, hát hogyha tudok valamit, akkor szólok mindenféleképpen. Jó, mindenképpen megköszönöm. Akkor jó van. Szabadok vagytok, nem vagytok itt semmi? Abszolút, nem, okay, teljesen okay. Szabadon. Nem is én akarunk egyébként így csoportosul, vagy hogy ilyen szigorú csoportosulásba belemegy, ja, értesz, hogy mondom. Persze. Úgyhogy maradtunk ilyen szabadúszó, próbálunk lenni. Persze, Okay, akkor mennyivel tartozom? Semennyivel, nyugodtan, menj csak, persze. Tényleg nem tartom semmivel. Kösz. Szép napot. Neked is, csöcső. Köszi, csöcső. Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.